A körömi szennyvíztisztító telep udvarán gyülekeztek augusztus 12-én a meghívott vendégek, akik rövid ismertető után a fejlesztéseket nézhették meg Menczel Ibolya technológiai tervező vezetésével. Az eseményen elhangzott, hogy a 636 millió forint összköltségű beruházással Köröm és térségének korszerű, előírásoknak megfelelő szennyvízelvezetése és tisztítása valósult meg a társulásban résztvevő önkormányzatok Onga, Gesztely, Hernádkak, Berzék, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópetri, Ónod és Köröm településeken. Az Európai Unió irányelveinek figyelembevételével megvalósult a szennyvízelvezetési infrastruktúra fejlesztése és bővítése, illetve a környezetterhelés csökkentése érdekében a szükséges mértékű biológiai tisztítókapacitás biztosítása. Ez utóbbi cél érdekében a körömi szennyvíztisztító telep biológiai tisztító kapacitása került fejlesztésre. A projekt kiemelt feladata az volt, hogy a meglévő agglomeráció szennyvízelvezető hálózatot szaktalanítsák. A Gesztelyhez tartozó új harangot település részen is kiépült a csatornahálózat, és megvalósult a körömi agglomeráció szennyvízgyűjtő rendszerére a rákötés. A kivitelező elvégezte a meglévő gravitációs szennyvíz csatornahálózat rekonstrukciós munkáit. Berzék, Hernádkak, Gesztely, Sajóhídvég, Köröm, Ónod, Onga települések közigazgatási területén működő gravitációs szennyvíz csatornahálózaton lévő 126 darab vasbetonakna teljes körű vízzározását, csőátvezetésének tömítését, fedlapok cseréjét, valamint Onga községben 110 méter DN 200 mm átmérőjű KG-PVC csatorna kiváltását a vasúti pályatest alatt. A délelőtti bejárás után délután rendezték meg Gesztelyen a projektzáró rendezvényt, ahol elsőként a körömi agglomeráció szennyvíztisztító fejlesztési önkormányzati társulás elnöke szólt a beruházás fontosságáról. Már jóval korábban a 2000-es években megépült egy 10 önkormányzat összefogásából egy szennyvíztelep, illetve egy szennyvízkezelő rendszer. Ennek voltak jelentős hibái. Az egyik legjelentősebb probléma az volt, hogy 2004-től, ahogy változtak a környezetvédelmi előírások, határértékek, bírság alá került a szennyvíztelepnek a kibocsátása miatt. Ezért kibocsátás arányosan minden évben egy 6-8-10 millió forintos bírságot kellett az üzemeltetőnek fizetni. Nyilván egyrészt nem egy gazdaságos dolog, ugyanakkor persze az, hogy a környezetszennyezés, ami ugye számunkra ma már egy fontos dolog, hogy a ivóvízbázison is ülünk itt részben, illetve maga a saját környezetünket ne szennyezzük el. A környezettudatosság miatt úgy gondoltuk 2008-ban, hogy megpróbáljuk. Ha lehetőség van rá valamilyen pályázat, akkor 9 önkormányzat összefogott, és 2009-ben a Borsodvíz finanszírozásában el is indult egy hatástanulmány, megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítése, és ha jól emlékszem, 2010-12-20-án fogadta be a KEOP 120-as program keretében a pályázatot a KSZ, amiben rá egy 4 hónapra lett támogatási szerződés. Úgyhogy akkor még 85%-os volt a támogatási intenzitás, azóta azt egy belügyminisztériumi módosítással feltornáztuk még 10%-kal, tehát most már majdnem 95%-os. A maradék 5%-ra is nyertünk egyébként egy EU-s önerőt, úgyhogy annak idén a Borsodvíz vállalta, hogy finanszírozni, én bízom benne, hogy ezeket a kisebb hiányzó összegeket elő fogjuk tudni teremteni, a projekt sikeres zárást tudjon, pénzügyi zárást tudjon végrehajtani. A legfőbb célunk, ami az volt, hogy megszűnjön ez a környezetterhelés, környezetveszélyeztetés, ez tulajdonképpen megvalósult. Minden más célunk is megvalósult, de ez azért fontos nekünk, mert már bírósági eljárás is volt a tulajdonosok ellen, hogy úgymond a jog eszközével is rábírjanak minket arra, hogy valamit tegyünk. Megjegyzem, hogy mi már 2008-tól mondom tanácskozunk, és 2009-ben már valóban cselekedtünk is. Ennek ellenére a környezetvédelmi, tehát a hatóság folyamatosan bírság volt a telepet, illetve jogilag is, a bíróság is, illetve az ügyészség is nyomást gyakorolt ránk, de hát ez egy ilyen hosszú folyamat, hogy az ötlettől a megvalósulásig az bizony jó pár év telik el. Más célok is egyébként ki voltak tűzve a település rekonstrukció keretében, 126 aknának a rekonstrukcióját is megvalósítottuk, illetve a szakadás kezelést is javítottuk, hiszen nagyon hosszú a
utazási ideje a szennyvíznek, hiszen Ongától tart egészen ugye Körömig a rendszer, aminek egyébként az Unióban 6 órának szabadna lenni, tehát annyi alatt kellene, hogy elérje a szennyvíztelepet a termék. Így most olyan 2 hét, 10 nap azt hiszem az utazási idő, és ez nagyon-nagyon hosszú. Nyilván beülünk már magába a csőrendszerbe egy biológiai erjedés, aminek nyilván van egy jelentős kénhidrogén képződése is, és akkor ez okozza a lakosok számára oly kellemetlen esetenként megjelenő bűzhatást. Én ezt bízom benne, hogy egy modern technológiával sikerült csökkenteni, illetve a rendszernek a igazi kipróbálása az a nyári üzembe, az most folyik, hiszen most van meleg, úgyhogy a kivitelezőtől ígéretet kaptunk, hogyha valahol valami hiányosság van, jelzések érkeznek a községek részéről, hogy valamit nem tartanak elégségesnek, akkor meg fogják vizsgálni a problémát, és akkor valamilyen egyedi megoldást fognak javasolni, illetve tesznek is műszaki lépéseket arra, hogy az ott megjelenő bűzhatást csökkentsék. Tulajdonképpen gőzerővel működik a telep. Nyilván egy átlagember számára ez meglepő, hogy ugyan mit tehetnek ott a szennyvízünkkel, de a leglényegesebb dolog, hogy tulajdonképpen egy kipróbált technológia került megvalósításra, ott tulajdonképpen megdupláztuk az oxidációs teret, stb. Így mindenki bízott benne, hogy ezt a fajta szennyvizet jól fogja tudni kezelni ez a technológia. Elek Tamás, az Aedium Kft. Ügyvezetője, valamint a kivitelező cég konzorcium vezetője beszédében hangsúlyozta azt, hogy a tervezési és kivitelezési munkákra 2013. július 30-án kötöttek szerződést. Az ügyvezető ehhez hozzátette, hogy a munkaterület átadása a kivitelező részére tavaly február 19-én megtörtént, a kivitelezési munkák idén május 4-én a sikeres műszaki átadással lezárultak. A körömi szennyvíztisztító telepen a projekt során új medencét építettek, bővítették a meglévők befogadó kapacitását, új, a mai kor követelményének megfelelő hálózati vezetékek kiépítésével tudták a környezetterhelést csökkenteni. Az eseményen részt vett Mennyi Roland országgyűlési képviselő is, aki gratulált a 9 településnek a kitartásért, az összefogásért és a megvalósított kiváló munkáért. A tiszta víz nagy érték, ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy vigyázzanak rá, őrizzék meg, és ne feledjék, hogy milyen nagy nehézségek árán sikerült a 9 településnek ezt a projektet megvalósítani.